ha mondjuk a filmnek a legelején egy karaktert veszünk, hogy hogyan fog a filmnek a legvégére egy teljes személyiség fejlődésen keresztül menni, megfigyelhető, hogy teljesen más öltözéket fognak ráadni. Sziasztok! Ez itt a podcast Pszichológia. Én Varga Gréta vagyok, és ma egy rendkívüli beszélgetéssel készülök nektek, ugyanis a megszokottaktól eltérően ma nem egy pszichológus kollégával beszélgetek, hanem egy magyar tervezővel, a Liz the Brand márka megálmodójával és megalkotójával, Varga Lizával. Sziasztok! Aki nem mellesleg a húgom is, úgyhogy rokoni szálak is kötnek minket egymáshoz, így reméljük még kötetlenebb lesz a beszélgetés. Maga a beszélgetés az öltözködésnek a pszichológiájáról fog szólni, és azért tartottam fontosnak, hogy ez a beszélgetés megjelenjen a csatornánkon, mivel múlt alkalommal Vásárhelyi Dorottyával az önbizalom hiányról és annak a lelki oldaláról beszélgettünk, viszont fontos ennek a testi oldala is, hogy hogyan jelenik meg ez akár az öltözködésben, és hogy minden öltözködés üzen valamit. Tehát egy ilyen vizuális kommunikációs eszközként lehet tekinteni rá. És nagyon érdekes, ahogyan ráillesztjük például a klasszikus kommunikációs modellt, hogy van egy adó, aki küld egy üzenetet, egy csatornán keresztül, ami most a ruha, az öltözködés, igen, és hogy ez eljut a befogadóhoz, aki valahogyan értelmezi. És elképzelhető, hogy tök másképp, mint ahogyan azt a viselője szeretné közölni. Uh-huh. Igen, mert hogy sokkal inkább múlik rajtunk, a mi belső magyarázatunkon, interpretációnkon. Vagy akár önértékelésen. Vagy akár önértékelés, tehát a korábbi élményeinken, tapasztalatainkon sokkal jobban múlik az, hogy mit is fogunk fel abból az öltözködésből, megjelenésből, amit éppen látunk, és hogyan értelmezzük azt. Tehát beindít bennünk bizonyos asszociációkat, bizonyos korábbi élmények eszünkbe jutnak, amik vagy keltenek egy kellemes élményt, vagy egy kellemetlen élményt, de hogy valahova... Közömbös. Aha, vagy igen, valahova tesszük. Itt megemlíteném, egyébként Coco Chanelnek van egy nagyon jó mondata, ugye, hogy minél rosszabbul állnak a dolgait, annál jobban kell, hogy kinéz. És pont emiatt egyébként megfigyelhető, például egy nőnek az öltözködésében is, hogyha valami nincs rendben az életében, akár nem olyan a hangulata, akkor mi is sokszor egyébként a farmernadrághoz, pólóhoz nyúlunk sportcipővel, és mehetünk bevásárolni, meg akár dolgozni. Viszont, hogyha minden rendben van az életünkkel, akkor pedig akarva akaratlanul, nyilván tehát sugárzunk, meg ragyogunk, akkor jönnek elő akár az élénkebb színű ruhák, ami egy boldogabb, sokkal kellemesebb kisugárzást fog adni a viselőnek, és nem értem, hogy erre is mondta Coco Chanel, hogy ha rosszul állnak a dolgaid, akkor igenis öltöz úgy, és tegyél ellene, mert egyébként a ruha a saját viselője számára is tud egy sokkal pozitívabb benyomást adni. Nagyon érdekes ez, hogy ugye mit kommunikál egy-egy szett, vagy egy-egy ruha, és ugye te, mint magyar tervező, vagy designer, nem tudom, hogy mi a pontos kifejezés, hogy mit használjak, mit szeretsz. Igazából bármelyik jó tervezés. Tehát ugye a designerek is, amikor megalkotnak egy kollekciót, vagy megalkotnak egy márkát, akkor is egy bizonyos célközönséget próbálnak meg vele elérni. Igen. Igazából ez egyébként nem csak magára a divattervezésre, hanem akár lehet az egy coaching, vagy bármilyen más szakterület, de még egyébként a pszichológiában is, mert hogy ott is vannak azért szakterületek. Tehát egy pszichológus nem az van, hogy én mindenkit elvállalok, hanem van ugye ott is a családterápia, van, aki a gyerekekkel foglalkozik, iskola, pszichológia, és ugyanígy egyébként a divatterület terén is ezt le lehet szűkíteni. Nyilván én sem tudok egyszerre megszólítani a 10 éves korosztálytól egészen a 80-90 éves korosztályig, mert hatalmas a szakadék. Tehát ami most a fiataloknak divatos, meg stílusos, az mondjuk egy 50-60-as vagy a fölötti korosztálynak mondjuk túl extravagáns, vagy nem fér össze, nem tudja összepárosítani, például a szoknyát a sportcipővel. Igen, ez egy nem olyan régi példa, ami konkrétan engem érintett, és nagyon érdekes volt látni, hogy ugyanaz a kép került ki egyrészt a Facebookra, a Facebook közösséghez, másrészt pedig az Instagramra. Más korosztály használja a kettőt, és ugyanaz a tartalom volt, ugyanaz a kép, ugyanaz a szöveg mellette, és hogyha csak a komment szekciót néztük, akkor minthogyha két teljesen más tartalmat láttunk volna. Mert hogy a Facebookon valahogy egy picit megragadtak annál, hogy nem fér össze, hogy maga a szett, amit ők láttak,
az bennük nem a nőiességnek az érzetét keltette, hanem az ő élményeik, tapasztalataik, benyomásaik alapján ez inkább volt slampos, vagy összenemillő, tehát, hogy valamilyen diszonancia érzést keltett. Igen, ízléstelen. Vagy ízléstelen. Igen, tehát, hogy... Igen. Na hát, aki vállalja a közszereplést, az nyilván a kritikáját is megtanulja egy idő után elviselni. De hogy az Instagramon pedig teljesen másodlagos volt, vagy még harmadlagos. Megköszönték a posztot. Igen, és hogy azért, mert hogy ott például az önazonosságra próbáltam meg felhívni a figyelmet, hogy mennyire fontos a nőiességnek a felvállalása, szakmai sztereotípiák, elvárások ellenére is. Hogy... Ez ugyanolyan egyébként, pont az jutott eszembe a posztodról, mint amikor az influencerek kezdik el, tehát ezt az elfogadást közölni egy-egy poszt vagy sztori formájába, és mondjuk felvállalják a narancsbőrt, a striát a testükön, és bíztatják ezzel a többit. Társukat, és ugye leírják a posztba is, hogy szeretnének mindenkit bátorítani, meg bíztatni, hogy legyen önmaga, vállalja fel magát, ne szégyelje a strandon, hogy egy bikinit felvegyen, és alatta tele van olyan kommentekkel, hogy fú, milyen kövér vagy, fú, milyen csúnya vagy, próbál másba lelket önteni, és még őt kezdik el szétszedni, hogy felmered magad vállalni. És egyébként elképzelhető, hogy sok esetben az ilyen negatív kommentek mögött egy sokkal mélyebb önértékelési probléma lapul. Ugye látjuk most azért azt is, azt a másik oldalt, hogy persze a fiatalabb generációban ugye egyre elfogadottabbá válnak, akár az utcai viseletben is, a picit többet mutató ruhák. Akár igen. A bralettek, akár a rövidebb szoknyák, rövidebb sortok, igen. És hogy ezeket például bizonyos rendezvényekre is, mondjuk esküvőre is felveszik, igen. A fiatalságnak a jegyében, hogy ez most stílusos, és ez... Hát a dresscode-nak a lényege, igen. Az úgy nagyon el van tolódva. Pedig egyébként én azt mondom, hogy lehet stílusosan öltözni, meg lehet színesen, meg az egyéniségünket kifejezni az adott dresscode-on belül megtartva is. Talán azt az üzenetet közvetíti ilyenkor a ruhájával, hogy őt nem érdeklik az illemszabályok, nem érdekli a dresscode. És lehet, hogy ezt magánéletben, az utcán meg lehet tenni, amikor valaki úgy próbál önazonos lenni, hogy tényleg ilyen extrémebb ruhákat vesz fel, mert hogy ő, az ő személyiségeihez ez illik. Viszont vannak olyan rendezvények, vannak olyan események, amikor az önazonosságot egy picit hátra kell, háttérbe kell helyezni, pont azért, hogy a másik, aki főszerepbe van, ő róla ne terelje el a figyelmet. Itt megjegyezném azt is, hogy nem feltétlen érvényes az, hogy ha valaki szeretne nőiesen öltözködni, az feltétlen ki kell magát pakolnia, hanem én is egyébként a ruhákkal azt közvetítem, tehát nekem egy olyan buyer person van a fejembe, és ehhez szerettem volna visszakanyarodni, mert ettől egy picit eltértünk, pedig igen. Ez egy nagyon fontos téma, hogy ugye valamit kifejeznek a márkának a megalapítója, a ruháknak a készítői is, valamilyen személyeket próbálnak megelérni, és hogy mi az, amit akiket a Liz de Brand próbál megszólítani. Igen. Én egy olyan buyer personát állítottam fel, aki egy olyan lendületes, fiatalos, egy olyan, inkább ez a 20 és 30-es korosztály között levő magabiztos nő, aki tudja, hogy mit szeretne elérni az életbe, szeretne magabiztosan mozogni a hétköznapokban, olyan ruhákat megalkotva, hogyha egy napon több rendezvényre hivatalos, legyen az akár egy interjú, vagy akár egy randevú este, koktélozás a barátnőkkel, akkor nem feltétlen kell szaladgálni és átöltözni, akár csak egy övvel feldobva, pár kiegészővel változtatva, egyszerre több fajta eseményre fel lehet venni. És szóba jött itt az, hogy valamit ugye közvetítünk, vagy valamit közlünk a megjelenésünkkel egy vizuális kommunikáció formájában, de hogy vannak olyan általános jegyek az öltözködésben és a megjelenésben, amiket például a filmekben is használnak, vagy a színházban, amikor bizonyos karaktereket próbálnak meg megjeleníteni. Ezek különböző személyiségekhez kapcsolódó jelek és szimbólumok lehetnek az öltözködésben. Például nagyon érdekes mostanában sokat foglalkozol a színtípusokkal, illetve a színtípus tanácsadással, vagy ehhez kapcsolódva próbálsz egy picit elmélyülni. Igen. És hogy bennem ugye ez egy ilyen nagy kérdés, hogy ahogy nézegettem így a különbségeket, de lehet erről beszélgessünk előbb inkább, hogy milyenek is az extravertált típusoknak, és milyen az introvertált típusoknak ezek a jelek és szimbólumok, amik így általánosan, amiket általánosan használnak a filmekben vagy a színházban. Ugye a színházakban, filmekben is szokták ezt az extrovertált, introvertált típust
kisarkítani. Megfigyelhető, hogy a ruhám keresztül lehet kifejezni a legjobban, hogy valaki milyen személyiségtípusba tartozik, anélkül, hogy ő megszólalna. A filmekben és a színházban tényleg egy ilyen nagyon szélsőséges típusa jelenik meg, mert ugye azért azt tudni kell, hogy az extravertált és az introvertált, ez egy kontinuumnak a két végpontja, tehát nem ilyen kategorikusan beszélhetünk róla, hogy valaki extravertált, valaki introvertált. Meg bizonyos társaságban hogyan viselkedik, hanem egy nagyon szélsőséges karakter. Igen, és hogy a két, tehát a kontinuumnak a két végpontjához viszonyítva, ő hol helyezkedik el, inkább extravertált, inkább introvertált. De ritka az, hogy valaki a szélsőségesen az egyik felé húzzon. Igen. És visszakanyarodva, tehát ugye például az extrovertált típusoknál szokták alkalmazni, hogy fényes, aszimmetrikus ruhákat alkalmaznak, nagyon feltűnő élénk színeket, ami tényleg egy ilyen drámai megjelenést ad, hogyha belép a terembe, akkor egyszerűen nem tudod levenni róla a tekinteted, a figyelmed. Ha már így felhozzuk, tehát az új film, a Szörnyella, ugye Emma Stone alakításában, ott is egyébként megfigyelhető, már csak a frizura a Szörnyellának a személyiségénél, hogy a fekete-fehér, tehát a két tényleg a kontrasztos szín, és még ahhoz mondjuk egy nagyon vibráló tűzpiros rúst felvenni, ruhát. Egyébként ugye Emma Stone is egy élénk tavasz típusba tartozik. Tehát neki ezek a melegebb színek állnak jól, és egyébként a filmben nagyon jól tudják alkalmazni, hogy inkább ugye, mert az élénk tavasz a tél típusba hajlik át, előveszik a fekete, a kontrasztos színeket, sőt még ugye az arcát, ami amúgy is egy kicsit fehérebb típus, még jobban lefehérítik, ezáltal ad egy olyan, nem azt mondom visszataszító, de egy távolságtartó hatást kelt a karakterbe. És ott már az is szóba jön, már nem csak az extravertáltság, introvertáltság, hanem maga a gonosz karaktere, hogy azt hogyan jelenítik meg, és ott ugye az ilyen nagyon kontrasztos színeknek a használata, a hidegség, hogy távolságos terem. Meg ott is a ruhák rétegzettek, tehát aszimmetrikus vonalak, a fodrok, meg ilyen habos, babos ruhákkal tudják ezeket felélénkíteni, megerősíteni. Viszont ha megfigyelünk egy introvertált személyiségű karaktert, ott pedig inkább ugye egy zártabb ruházat, nem annyira mélyen dekoltált, inkább még a térdet eltakaró ruházat, és ott megfigyelhető egyébként, hogy nem a fényes anyagot, hanem a matt, egyszínű, letisztult lenvásznot. Igen, a lenvásznot alkalmazzák, és még a szabás vonalakban is megfigyelhető, hogy van, hogy szinte semmi alakot kiemelő szabás vonal nem jelenik meg, hanem egy teljesen egyszerű, egy hétköznapi, unalmas, ha lehet így kifejezni, egy unalmas megjelenést közöl. Ebből kiindulva pedig még érdekesebb az, amikor az introvertált személyiségen belül is, ott van ez az unalmas, szürke típus, aki tényleg magasan dekoltált felső, ilyen nagyon eltűnik, nagyon beleolvad a környezetébe, ilyen nagyon lágy pasztelszíneket használ, és az a típus, aki introvertált ugyan, de van valami érdekesség a személyiségében, és ugye őket már viszont egy picit, tehát a nyitottabb dekoltással jelenítik meg, egy picit lágy színekkel, de azért élénkebb színekkel, mint ugye ezek a nagyon pasztelszürke színek. Igen. Meg ugye itt is egyébként, tehát hogy az évszaktípust azért, akik a filmiparban dolgoznak, nagyon benne vannak ott a sztálisztok, hogy melyik színész-színésznő, melyik karaktertípusba tartozik, és ugye annak megfelelően az ő saját színpalettájáról azokat az erős kontrasztos élénk színeket alkalmazzák, ha mondjuk el akarják tolni egy gonoszabb vagy egy karakteresebb személyiségtípus felé, viszont hogyha egy lágyabb karaktert akarnak megformázni, mint például ugye a La La Landben megfigyelhető szintén Emma Stone, ott inkább a barackos, a sárga színek jelennek meg, mert ugye a sárga az maga a nyitottságnak a színe, és tényleg egyébként Emma Stone-nak is olyan a karaktere, hogy szeretne egy feltörekvő színésznő igazából, aki szeretne érvényesülni az életben, nyitott az új kalandokra, az új élmények szerzéséhez, és tényleg nagyon jól a ruházatban is ez megjelenik. És lehet, hogy jó, hogyha beszélünk egy picit néhány szót csak a színtípusokról, mert hogy engem utána az érdekel, és arról szeretnék néhány szót beszélni, hogy bennem kérdésként azért ez felmerül pszichológiai szempontból, hogy vannak az inkább extrovertált vagy inkább introvertált emberek, akik mondjuk beletartoznak egy olyan színtípusba külső adottságaik alapján, amiben mondjuk a másik
tehát a kontinuum másik oldalához kapcsolnánk inkább. És hogy ő mennyire tud akkor önazonos lenni abban, ami szakmai szemmel, te, mint designer, tervező ránézel, és azt mondod, hogy fú, neked ez a szín állna jól, de viszont az ő belső lelki alkatához az nem passzol. Ez egy nagyon érdekes téma egyébként, és talán itt egyébként azt mondanám, mint ugye pszichológusoknál is van, amikor mondjuk itt tanácsadás zajlik, nyilván ugye tanácsot nem adhatsz, hogy mit csináljon a páciens. Ugyanúgy egyébként a stílus tanácsadás során is rá lehet vezetni bizonyos döntésekre, dolgokra, és ott sem az van, hogy te rá erőlteted a saját akaratodat, hanem csak rávezeted, hogy azt ő belássa, hogy neki azzal jobb lesz. Uh-huh. És egyébként az élethelyzetből adódóan is tud úgy alakulni, tud úgy fejlődni, hogy jobban tud azonosulni már például azzal a stílussal, azzal a színvilággal, uh-huh. akár egyébként ugye a filmekre csak a visszakanyarodunk, amit mondtál, említett, hogy a karakterfejlődés. Uh-huh. Ha mondjuk a filmnek a legelején egy karaktert veszünk, hogy hogyan fog a filmnek a legvégére egy teljes személyiség fejlődésen keresztül menni, megfigyelhető, hogy teljesen más öltözéket fognak ráadni, uh-huh. és tök mást fog vele kifejezni az illető. És ugyanúgy egyébként nagyon sokszor van az, ugye, hogy egy nő is keresi a megfelelő hajszínt, smink terén, ruha, és egyszerűen el van veszve a sok-sok kínálatba. Uh-huh. És én is emlékszem, tehát egy kamaszként mindenféle hajszínt kipróbál az ember, és nem is próbál nagyon egyébként önazonos maradni, meg nem is tud, mert a barátnőmnek ilyen, akkor nekem is jól fog állni, nekem is jó lesz. És szerintem egyébként, hogyha ezek a típusok, akik akkor még azt az adott szint nem érzik önazonosnak magukon, szerintem, ha elkezdik a frizura szint is azt szerint megváltoztatni apró pici lépésekkel, egy idő után, már ha visszanézi a régi képeket, azt fogja mondani, hogy hú, nem is értem, hogy én ezt hogy tudtam felvenni, uh-huh. hogyan tudtam kombinálni, és teljesen egy személyiségfejlődés elindul. Ugyanúgy, mint a pszichológiában a belső. Uh-huh. Illetve talán még az egy vigasz lehet számukra, hogy azért nagyon széles a színskála, amiből lehet válogatni. És hogy talán ők is ki tudják választani azokat a visszafogottabb színeket, az introvertáltak, igen. amik hozzájuk közelebb állnak, akár abból a színpalettából is, ami színcsoportba vagy színtípusba ők tartoznak. Tinédzser korban, kamaszkorban mennyire próbáljuk felmérni, hogy a barátaink, barátnőink, vagy akár bizonyos trendek, hogy hogyan tudunk azokhoz alkalmazkodni, és nem is azt keressük, hogy mi az, ami nekünk jól áll, mi az, amit mi szeretünk saját magunkon, hanem mi az, amit mások értékelnek, amire másoktól igen. úgy érkezik pozitív visszajelzés, hogy ők is ezt szeretik saját igen. magukon. És hogy sokan egyébként ebbe belecsúsznak, hogy mindig van egy adott trend, és most ugye ez a nagyon karcsú, filigrán testalkat az, ami ugye a divatiparban most trendnek számít, és számukra gyártanak nagyon sok ruhát. És hogyha van egy telt karcsú, alkatú nő, aki szeretne divatosan öltözni, úgy gondolja, hogy ő neki ezeket magára kell erőltetnie. Uh-huh. És akkor lesz csinos, hogyha rajta ezek a ruhák jól állnak. Meg akkor fogják csinosnak látni. Akkor fogják igen. csinosnak látni. Megveszi ezeket a ruhákat, nem érzi benne jól magát, nem is áll jól neki, és elkönyveli, igen. hogy ő az ő testalkata. Hm. Rossz, elégedetlen vele, ezzel nem lehet semmit se kezdeni, ő csúnya, és ugye így valahogy egy picit ez a testtel való elégedettségérzés is csökken. Miközben igazából csak arról van szó, hogy nem arról a testalkat nem típusához megfelelő fazont, méretet, vagy akár szint választott. Őszintén megvalva, egyébként, amikor ezt a Bayer Personnt én is kialakítottam, bennem ez volt a legelső korosztály, akit így lehúztam így a listáról, tehát ez a kamasz tinédzser korosztály, mert nekik egyébként a legnehezebb bármit is megalkotni, illetve ugye én a fenntarthatóságra törekszek. Arra, hogy tényleg csökkentsük az ökolábnyomunkat itt a Földön, illetve tehát olyan alapanyagokkal dolgozzak, ami minőségi, uh-huh. és nyilván tehát ehhez kell egy anyagi egzisztencia már, hogy valaki azt értékelje, megvegye, és ne azt nézze, hogy minél több és minél olcsóbb ruha álljon uh-huh. a szekrénybe,
hanem azok olyan ruhák legyenek, ami teljesen önazonos, már van egy kialakult képe, hogy ő mit akar közölni, és ugye tinédzserkorban ez teljesen keveredik. Emlékszem, nekem is volt egy olyan időszakom, amikor mondjuk egy adott ruha tetszett, és egy hónap eltelt, és már csak néztem a szekrém, és csak ott lógott, hogy én ezt hogy vettem meg? Nem is tetszik, a színe sem áll jól, tehát hogy csak lógott utána a szekrénybe, és akkor mentem egy következő ruhát megvenni. És ezek így havonta váltakoztak. De hogyha ezt egyébként megnézzük így egy nagyobb látó szögben nézve, ha mondjuk ezt mindenki csinálja, mennyi feleslegesen megvásárolt ruha lesz, és mennyi feleslegesen elégetett ruha, tehát ami tényleg egyébként egy tök környezetkárosító hatással is bír. Én azt veszem észre, hogy maga a divatipar nem törekszik arra, hogy a fiatalokat segítse, hogy az ő saját személyiségüket ki tudják alakítani. Mert van egy sablon, van egy trend, ami tök jó, elfogadott, és az influencereken keresztül, tisztelet egyébként a kivételnek, azt közlik, hogy neked is ezt kell megvenni, vagy például egy adott influencer lefotóztatja magán egy ruhát, és a fiatal lányok csak azért megveszik, mert az az XY-on van rajta. És megveszi, és rajta nem úgy áll. Nyilván nem olyan szögből van lefotózva az adott ruha, és olyan ruhákat halmoz fel, ami nem is önazonos, nem is tetszik mondjuk neki igazából, csak mert a hó az a személy megvásárolta, és nekem is azt kell, hogy felvegyem, mert akkor leszek valaki. De ez egyébként nem csak a tinédzser korosztályra jellemző, hanem szerintem most már nincs olyan generáció, akit ez ne érintene. Hát az önértékelés az most igen. De nem csak az önértékelés, hanem az, hogy tehát, hogy nem a saját adottságaihoz, alkatához, korosztályához képest értékeli saját magát, és egyébként gyakran előfordul, hogy vannak 50-60 év közötti gyönyörű nők egyébként, akiknek tényleg 4 gyermek megszülése után is nagyon jó testalkata van, de ő nem ahhoz mérten értékeli a saját testalkatát, hogy fú, na én már itt vagyok 50 és 60 év között, és hogy mennyire jól néz ki az én testem, hanem egy ilyen 20-30 évvel ezelőtti, akár önmagához, vagy pedig korosztályhoz képest. És hogy nyilván nem lehet ugyanazt elvárni. Egyébként ez az egyik véglet, de amikor ez a nagyon fiatal korosztály szerint szeretne öltözködni, és van a másik, aki szintén ugyanannyi idős, tehát egy ugyanolyan szemét vegyünk, és ő meg beskatujázza magát, hogy én már nem öltözködhetek fiatalosan, én már nem vehetek fel egy picit mélyebb dekoltást, mert én már ehhez túl öreg vagyok. Pedig egyáltalán nincs erről szó, mert igenis egyébként egy 50-60 éves hölgy is, de teljesen fiatalos, életerős, és ugyanúgy felvehetne egy csinos ruhát, de sokszor a másik végletbe csúsznak el, hogy én már anyuka vagyok, sőt, egyébként megfigyelhető sokszor gyerekszülés után, hogy beskatujázzák magukat a hölgyek, hogy én már nem öltözködhetek fiatalosan, hanem elkezdenek kicsit slamposabban öltözködni, és nem nagyon figyelnek oda, hogy milyen ruhát vesznek fel. Bár ebben sokszor ugye benne van az is, hogy megváltozik az életstílus, és tök jó, hogy te a márkáddal ugye arra törekszel, hogy csinos is legyen, kényelmes is, és hogy akár, hogyha lehajol, ne legyen ki benne semmi. Igen. De hogy sokszor ugye az anyukák ezt mondják is, és sérelemként is élik meg, hogy slamposnak mondják az ő öltözködésüket, miközben nekik ugye talpon kell lenni egész nap, hozza, viszi, emeli, legugol, lehajol, és hogy ne legyen kint sehol semmi, tehát hogy a napnak a rutinja gördülékenyen tudjon menni. És talán kevés olyan ruha van, amiben ezt meg lehet tenni, de hogy ez tényleg fontos, amit mondasz, hogy bizonyos szerepekbe, amikor bekerülünk, akkor mintha lenne egy késztetés arra, hogy ezzel kapcsolatban vannak elvárások. Igen. És ezeknek meg kell vagy felelni. Vagy a környezetünk. Hát köszönöm szépen, Liza. Nagyon sok témát érintettünk. Bár nálad vagyunk most éppen, úgyhogy én köszönöm a lehetőséget, hogy fel tudtunk venni egy videót. Akkor itt most ki is a házigazda. Igen. Összemosódnak a szerepek. Köszönjük, hogy velünk voltatok, ez itt a podcast, pszichológia volt, reméljük, hogy tetszett ez a rendkívüli beszélgetés, és talán a közeljövőben is lesz még ilyen, amikor nem pszichológus kollégával beszélgetek, de mindenképpen próbáljuk a pszichológiai oldalt is beemelni, hogy számotokra még sokszínűbb, még érdekesebb legyen.
Szóval én Varga Gréta voltam, mellettem Varga Liza, a Liza Brand márka megalkotója, megalapítója, tervezője, és a többi. És a többi. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Sziasztok!